Vasárnap televíziós mérkőzésen a kecskeméti futszálcsapat itthon fogadta a Berettyóújfalu gárdáját. Nem sikerült a visszavágás, a kecskeméti kikaptak, így helyet cseréltek a tabellán. Vasárnap este a kecskemétiek itthon fogadták a negyedik helyzet Berettyót. Hiszen vagy pénteken, vagy hétfőn szoktunk játszani, és olyan furcsa, hogy vasárnap este most itt vagyunk Kecskeméten, de hát nyilván ezért dolgozunk, tudtuk előre, hogy vasárnap lesz a meccs, úgy alakítottuk a heti edzéseket is, úgyhogy remélem, hogy fel vagyunk készülve maximálisan. A vágyott az nyilván az, hogy az első helyen végezzünk, de ennek azért a realitása nagyon kevés, az ötödik helyen pedig egyáltalán nem szeretnénk. A mai meccs után okosabbak leszünk, hogy sikerül-e begyűjtenünk a 3 pontot. Nekünk azt gondolom, hogy csak az, ami életben tarthat minket, hogy előrébb kerüljünk a negyedik helyről. Egy döntetlen, azt szerintem az már kevés lesz, és lehet, hogyha nyerünk, még az is kevés ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a 3. pozíciót. Nagy iramot diktált mindkét csapat, ahogyan ez várható is volt. A Kecskemét birtokolta többet a labdát, a Berettyó a kontrákra rendezkedett be. A 9. percben Pál a kapufán találta el. A 10. Korsmáros lövésén Rigó rajta volt, de kellett a kapufa segítsége is. A 12. Erdei Dávidtól elvett a labdát, és a hálóba gurított. 0-1. A 15. percben a Ráv Rigó párharcot kapusunk nyerte meg. A lövés Andor Máté kiüti Pál ismétel, hát ez meg elakad Nagy Imrében. A 17. percben egy lövés követően Bíró került helyzetbe, aki a kapufáról visszapattanott, beküldte Sándor kapujába. A 19. percben Rábtól Nagy Imrehez került a labda, aki megszerezte csapata 2. gólját. 1-2. A 2. félidő 2 Bencsik lövéssel indult. A 21. percben Tifán és Ráb kényszerítőjéből megszületett a 3. vendéggól. A 28. percben Pál lövését védte Sándor, akinek egyre több dolga akadt. A 35. percben szabadrugásból Mánya lőtte ki a jobb alsót. 32-vel a vége előtt betalál a Kecskemét, és ez a szép ütés. 2-49-szel a vége előtt 5-4 ellent játszott a Kecskemét, ám Ráb labdát szerzett, és az üres kapunkba gurított. Pál piros lappal idő előtt távozott. Iszák a büntetőt belőtt, és ezzel beállította a 2-5-ös végeredményt. Ez számunkra hatalmas csalódás, hiszen szeretnünk volna nekik visszavágni, hiszen hazai pályán minket megvertek. Azt gondolom, hogy a mérkőzés első felében jól indítottunk, viszont ismét azokba hibákba estünk, hogy saját egyéni hibákat követtünk el, ezért ők megbüntettek minket, és nekünk kellett végigfutni az eredmény után. Majd a 2. félidőben ismét egy szerencsétlen gólt kaptunk, és stb. Sajnos ez számunkra nem a mi napunk volt, viszont előre kell néznünk, jön a felsőház, arra kell koncentrálni, hogy ott legyünk élesek, és a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. A szerencse ma nem velünk volt, ezt tudom mondani. Mi akartunk, de semmi nem jött össze a mai mérkőzésen, úgy gondolom. Így úgy néz ki, hogy lehetséges, hogy a 4. helyről fogunk fordulni a felsőházban. Semmi nincs veszve, megyünk tovább előre. Biztos, hogy örök emlék marad számunkra, a csapatra is, és nekem is az első NB1-es találat, hiszen egy nagyon nehéz mérkőzésre készültünk, amit sikerült megnyernünk. Csak egy lábat láttam, hogy csúszik kifele, megpróbáltam elhúzni a labdát, és szerencsére sikerült. Külön célunk nem volt kitűzve, csak az, hogy a felsőházba legyünk, de szeretnénk döntőt játszani, minél előrébb végezni a végén. A Berettyó az idei szezonban 2-szer is megverte a Kecskemétet.